ágyhoz láncolva tartotta fogva 13 gyerekét egy kaliforniai házaspár, akiket a rendőrség vasárnap tartóztatott le. Az egyik lányuknak sikerült megszöknie és riasztani a hatóságokat. Alultápláltsága miatt 10 évesnek hitték, pedig 17 éves. Kiszabadították a testvéreit is, akik hasonló állapotban voltak. A legfiatalabb 2, a legidősebb 29 éves. Kórházban ápolják azt a 13 testvért, akiket szüleik embertelen körülmények közt tartottak fogva kaliforniai otthonukban. 6-an még fiatalkorúak, 7-en pedig már elmúltak 18 évesek. Sajnálatos, hogy ilyesmit kell látnunk. Szívszorító érzés ez a személyzetnek, egyszerűen hihetetlen, mondta a kórház vezetője. A szülőket, az 57 éves Davis Ellen Turpint és a 49 éves Louis Anna Turpint 9 rendbeli kínzással és 10 rendbeli kiskorú veszélyeztetésével vádolják. Óvadékuk fejenként 9 millió dollár. Szinte betegesen maguknak valóak voltak, mint egy klán. Soha nem látogatta őket senki, ők is legfeljebb csak vásárolni jártak el, mondta egy szomszéd. A testvérek édesapja az állami nyilvántartás szerint engedélyt kapott rá, hogy magániskolát üzemeltessen azon a címen, ahol feleségével fogva tartották gyerekeiket. Mindig a gyerekeik körül voltak, akiket soha nem láttam egyedül. Tininek néztek ki, de szerintem már a 20-as éveikben járhatnak. A pár 2010-ben költözött be a házba. 2011-ben nem tudták fizetni hiteleiket, ezért eljárás indult ellenük. Akkori ügyvédjük szerint szeretettel beszéltek gyerekeikről. Fotókat is mutattak, amin boldog amerikai család benyomását keltették.